Botrány Párizsban. A Paris Saint-Germain állítólag vesztegetéssel próbálta biztosítani Messi 2021-es aranylabdáját. Francia sajtóhírek szerint Kylian Mbappé megállapodott a Real Madriddal. Szívmelengető gesztust tett a Real Madrid kupameccsén Jude Bellingham. A közvetlen riválisától igazolt gólerős csatárt a Ferencváros. Timo Werner visszatér a Premier League-be. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Érzékeny veszteség érte a Paris Saint-Germaint. Az együttes tavaly nyáron igazolt szlovák középhátvédje Milan Skriniar ugyanis súlyos bokasérülés szenvedett a múlt heti Toulouse ellen 2-0-ra megnyert francia szuperkupa döntőben. A Footmercato értesülései szerint a 28 éves játékost emiatt meg is kell műteni, amire a következő napokban fog sor kerülni, és Skriniar ebben a szezonban várhatóan már nem léphet pályára. Nem sokáig volt munkanélküli a lengyel válogatott éléről tavaly szeptemberben menesztett Fernando Santos. A portugál válogatottal 2016-ban Európa-bajnokságot, 2019-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert 69 esztendős szakember lett ugyanis, a török bajnokságban jelenleg csak a 6. helyen álló Besiktás új vezetőedzője. Érdekesség, hogy az isztambuli csapattal 2025 nyaráig szóló szerződést aláíró tréner 14 év után vállalt újra klubedzői munkát, hiszen 2010 óta csak válogatottakat irányít. Brazil sajtóhírek szerint a Brazil Labdarúgó Szövetség frissen kinevezett régiói elnöke Ednaldo Rodrigues úgy döntött, hogy meneszti a válogatott szövetségi kapitányát, Fernando Dinizt. A 49 esztendős szakembert tavaly júliusban a 2026-os VB-selejtező kezdet előtt ideiglenes jelleggel nevezték ki a Seleção élére. Az elképzelés pedig az volt, hogy 2024 nyaráig Carlo Ancelotti érkezéséig fogja irányítani Neymarékat. Az olasz sztáredző azonban decemberben meghosszabbította az idén júliusban lejáró szerződését a Real Madriddal, és miután Dinizzel az elmúlt időszakban amúgy is pocsék eredményeket ért el a brazil válogatott, a szövetség első embere úgy volt vele, hogy már most véget vet az ezzel párhuzamosan a Fluminense-t is irányító tréner ideiglenes megbízatásának, és felgyorsítja a végleges szövetségi kapitány kiválasztásának folyamatát. És ha lehet hinni Fabrizio Romano értesüléseinek, akkor időközben a brazil szövetség Dorival Junior személyében már meg is találta Diniz utódját. A jelenleg a São Paulo-t irányító 61 esztendős tréner állítólag a 2026-os világbajnokság végéig szóló szerződésről állapodott meg a CBF vezérkarával. Az AS Roma mostani szezon végéig vételi opciót nem tartalmazó szerződés keretein belül kölcsönvette a Juventustól a mindössze 18 esztendős holland középhátvédet Dean Huijsent, akire Chris Smalling sérülése, valamint az elefántcsontparti válogatotta a januárban az Afrika kupán szereplő Evan Endika távolléte miatt volt szükségük a farkasoknak. Az olasz újságíró Gianluca Di Marzio szerint a transfer összege 650 ezer eurót tesz ki, ugyanakkor ha Huijsen legalább 10 alkalommal pályára lép tavasszal José Mourinho együttesében, akkor a klubok megállapodása értelmében a fővárosiaknak csak 400 ezer eurót kell fizetniük a védőkölcsönvételéért, aki egyébként a tegnapi Atalanta elleni bajnokin már be is mutatkozott új csapatában. Filippo Terracciano személyében egy több poszton is bevethető olasz tehetséggel erősíti meg a keretét az AC Milan is. A Fiorentina és a Juventus által is megkörnyékezett 20 éves utánpótlás válogatott játékos a Hellas Veronától érkezik a Rossonerihez, amely a bónuszokkal együtt 5 millió eurót fizet a középhátvédként, jobbhátvédként és jobboldali középpályásként is bevethető futballistáért, aki egy 2028 nyaráig szóló és évi 800 ezer eurós fizetést tartalmazó szerződésről állapodott meg leendő klubjával. Továbbá a két klub megállapodása értelmében, amennyiben a Milán a jövőben túl a Terracciánón, akkor a vételár 10%-a is a veronaiakat illeti majd meg. A Metztől megszerzett Habib Maiga után már is megvan a második januári szerzeménye is a Ferencvárosnak, amely szombaton a hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta a Fehérvár FC-től a Spanyolországban született bosnyák válogatott támadót, Kenan Kodrót. A 30 éves középcsatár még 2021 nyarán az Athletic Bilbao-tól távozva igazolt a székesfehérvári csapathoz, amelynek mezében 2,5 idény alatt 77 bajnokin pályára lépve 39 gólt szerzett, ebből 11-et a mostani szezonban ért el, amivel jelenleg ő vezeti az OTP Bankliga 2023-24-es kiírásának góllövő listáját, jelentősen hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a fehérvári alakulat féltávnál a harmadik helyet foglalja el a tabellán.
A piros-kékek alapesetben nem is váltak volna meg az idény közben egyik legnagyobb erősségüktől, csak hogy Kodró szerződésében szerepelt kivásárlási záradék is, és miután a Fradi jelezte, hogy készen áll azt kifizetni, a fehérváriaknak nem volt más választásuk, el kellett őt engedniük a közvetlen riválisukhoz. Arról ugyanakkor nem érkeztek információk, hogy a kivásárlási záradékban mekkora összeg szerepelt, mint ahogyan arról sem, hogy Kodró hány évre kötelezte el magát a zöldfehérekhez. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. A hétvégén rendezték a spanyol királykupa harmadik egymeccses párharcokból álló fordulóját, amely során mindhárom spanyol sztárcsapatnak, az Atletico Madridnak, a Real Madridnak és az FC Barcelonának is sikerült kivívni a továbbjutást. Az Atletico a harmadosztályú Lugót verte idegenben 3-1-re, és ugyanilyen arányban győzte le ellenfelét, a negyedosztályú Arandinát a másik madridi nagyágyú, a Real Madrid is, amelynél ezen a meccsen végre bemutatkozhatott a tavaly nyáron a Fenerbahçe-tól leigazolt Arda Güler, akit az érkezése óta három különböző sérülés akadályozott meg abban, hogy debütálhasson a királyak mezében. A kezdőként pályára lépő 18 éves török tehetség pedig remek játékkal tette le a névjegyét a mérkőzésen, amelyen egyébként a madridiak legjobb formában lévő játékosa Jude Bellingham ezúttal csak csere volt, és végül egyetlen percre sem küldte őt pályára Carlo Ancelotti, azonban az angol középpályás így is tett róla, hogy a meccs után mindenki szuperlatívuszokban beszél róla. A kispadon ülő 20 éves játékos ugyanis látva, hogy az egyik labdaszedő srác mennyire didereg a hidegben, oda ment hozzá és odaadta neki a saját reálos takaróját. Ami pedig a Barcelona meccsét illeti, a katalánok a szintén negyedosztályú Barbastro otthonában egy 3-2-es győzelemnek köszönhetően vívták ki a továbbjutást. Míg Spanyolországban királykupa, addig Angliában FA kupa meccseket rendeztek a hétvégén. A harmadik forduló párharcai közül pedig egyértelműen kiemelkedett a vasárnap esti Arsenal-Liverpool rangadó, amit úgy nyert meg Jakub Kivior öngoljának és Luis Diaz bombagoljának köszönhetően 2-0-ra a vendégegyüttes, hogy kulcsemberei közül a sérült Szoboszlai Dominiket, a beteg Virgil van Dijket és az egyiptomi válogatottal az Afrika kupára készülő Mohamed Salah-t is nélkülöznie kellett a találkozón. A Liverpool így bejutott a sorozat legjobb 32 csapata közé, és így tett a címvédő Manchester City is, amely 5-0-ra verte hazai pályán a másodosztályú Huddersfield együttesét. A kékeknél ezzel a meccsen tért vissza a pályára tavaly augusztusban megsérült Kevin De Bruyne, aki nem sokat teketóriázott, hiszen a belga irányító 17 perccel a becserélése után rögtön kiosztott egy gólpaszt Jeremy Dokunek. Akárcsak Spanyolországban és Angliában, úgy Franciaországban is kupafordulót rendeztek a hétvégén, amely során a Paris Saint-Germain a várakozásnak megfelelően nagy különbségű 9-0-ás győzelmet aratotta a hatodosztályú Rövel ellen, minek köszönhetően bejutotta a sorozat legjobb 32 együttese közé. A párizsiak 9 góljából 3 Kylian Mbappé nevéhez fűződik, aki ezzel a triplával a fővárosi klub történetének legeredményesebb játékosává avanzsálta a francia kupában szerzett találatok tekintetében. Apropó Mbappé, a támadó jövőjével kapcsolatban a hétvégén egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg. A The Times például tegnap délután arról számolt be, hogy a 25 éves csatár, akinek a nyáron lejár a szerződése a PSG-nél, és így szabadon igazolható lesz, nem hajlandó előszerződést kötni az őt évek óta csábító Real Madriddal, mivel szeretne más ajánlatokat is meghallgatni, és amúgy is szívesebben igazolna a Premier League-be, mint a La Liga-ba. Ezzel szemben viszont a Foot Mercato újságírója Santi Auna tegnap késő este arról írt, hogy értesülései szerint Mbappé és a madridi egyesület néhány nappal ezelőtt mindenben megállapodott egymással, így a támadó a nyártól biztosan a blankoknál fogja folytatni a pályafutását. Az öt európai topliga közül egyedül a Szériában rendeztek a hétvégén bajnoki fordulót, egészen pontosan a 19-et, amely során a tabella első három helyén álló csapat egyaránt be tudta gyűjteni a 3 pontot. Az első helyen álló Inter egy őrült meccsen a Hellas Veronát győzte le hazai pályán 2-1-re, mégpedig egy drámai véghajrá után. Mert hogy azt követően, hogy Davide Frattesi a 93. percben belőtte a milánóiak második gólját, a vendégek támadója Thomas Henry a ráadás 10. percében kihagyott egy 11-est. A kék-feketék győzelmet érő találata ugyanakkor nagy port kavart Olaszországban, az ugyanis egyes vélemények szerint szabálytalan körülmények között született, mert hogy néhány pillanattal Frattesi gólja előtt a hazaiak védője Alessandro Bastoni csúnyán lekönyökölte az ellenfél egyik játékosát, amit azonban sem a játékvezető, sem a videóbíró nem vett észre.
A második helyen álló Juventus is alaposan megszenvedett a 3 pontért, hiszen a torinóiak is csak egy a hosszabbításban szerzett, Dusan Vlahovic által elért fejes gólnak köszönhetően tudták idegenben legyőzni 2-1-re a sereghajtó Salernitanát, amely egyébként a 65. percben még 1-0-ra vezetett. A dobogó 3. fokát elfoglaló Milán viszont könnyed 3-0-ás győzelmet aratott. A milánóiak az Empoli otthonából hozták el a 3 pontot, mégpedig Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud, valamint annak a Saka Traoré-nak a góljával, aki varázslatos napokon van túl. A 19 éves támadó ugyanis azt követően, hogy kedden az olasz kupában megszerezte első gólját a Milán felnőtt csapatában, tegnap meglőtte az első szériás találatát is. A forduló meglepetését a Torino szolgáltatta, amely kiütéses 3-0-ás verést mért odahaza a bajnoki címvédő Napolira. Az egyre nagyobb krízisben lévő nápolyiak súlyos vereségében Pasquale Mazzocchinak is nagy szerepe van. A déliek néhány nappal korábban leigazolt jobb hátvédje ugyanis a szünetben 1-0-ás hazai vezetésnél csereként lépett pályára, hogy aztán mindössze 4 perccel később egy brutális belépő miatt kiállítsa őt a játékvezető. A kiállítás sorsára jutott a fordulóban az AS Rómát irányító José Mourinho is, aki az Atalanta elleni hazai 1-1-re végződött meccs 94. percében a folyamatos reklamálásáért kapott piros lapot a játékvezetőtől, így a portugál mester, akinek a nevét az eset után az egész stadion hangosan skandálta, biztosan nem ülhet majd le a kispadra az AC Milán elleni hétvégi rangadón. Ismét szerencsét próbál a Premier League-ben Timo Werner azt követően, hogy a Chelsea játékosaként 2020 és 22 között finoman szólva sem tudta megváltani a világot az angol élvonalban. A német válogatott támadó ugyanis napokon belül a Tottenham Hotspurbe igazol, miután az angol egyesület a hétvége folyamán mindenben megállapodott a szerződtetéséről az RB Leipziggal. A 27 éves Wernert anno nagy reményekkel és nem kevés pénzért 53 millió euróért igazolta le a Chelsea, hiszen a Bundesligában a Leipzig játékosaként valósággal ontotta a gólokat. A londoni kékeknél azonban nem tudta megismételni ugyanezt. 2 szezon alatt mindössze 10 találatot jegyeztek fel a neve mellé a bajnokságban, így aztán 2022 nyarán mindössze 20 millió euró ellenében visszatért a Leipzighez, de a régi góllövő formáját így sem tudta visszanyerni, minek következményeként ebben a szezonban a kispadra szorult, és az ősszel az évi bruttó 10 millió eurós bérével a keret legjobban kereső játékosaként csak elvétve kapott lehetőséget az együttest irányító Marco Rosétól. Ennek megfelelően az elmúlt időszakban gyakorta találkozhattunk a nevével az átigazolási hírekben, hiszen ezek után sem Werner, sem a Leipzig nem erőltette a közös munka folytatását. Kapcsolatba hozták például a Real Madriddal, valamint a Manchester Uniteddel is, és utóbbi állítólag komolyan is érdeklődött iránta, míg nem múlt héten bejelentkezett érte a Tottenham Hotspur is, amely aztán villámgyorsan megegyezett a leigazolásáról a németekkel. Florian Plettenberg, a Sky Sport Germany újságírója úgy tudja, hogy Werner első körben fél évre kölcsönbe érkezik a Spurshoz, amely egy 18 millió euró körüli, nem kötelező érvényű vételi opciót is kapott a támadóra, és amennyiben ez aktiválásra kerül, akkor a játékos 4 évre szóló szerződést köt a londoniakkal, akik egyébként azt is vállalták, hogy Werner kölcsönjáték alatt ők állják a játékos éves fizetéséből fennmaradó teljes részt is, ami értelemszerűen bruttó 5 millió euró. Fabrizio Romano értesülései szerint az 57-szeres német válogatott csatár a következő napokban esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és írja alá a kölcsönszerződését a Spurs-szel, amelynek elsősorban azért van szüksége egy új csatárra, mert a házi gólkirályát, a dél-koreai válogatott Son Heung-mint a pénteken rajtoló Ázsia kupán való részvétele miatt egész januárban nélkülöznie kell. Hatalmas botrány van kirobbanóban Franciaországban. A Le Monde francia lap ugyanis azt állítja, hogy a Paris Saint-Germain vezetői különböző juttatásokban részesítették a France Football korábbi főszerkesztőjét, Pascal Ferrét annak érdekében, hogy az akkora párizsi egyesületet erősítő Lionel Messi kapja a 2021-es aranylabdát. A szóban forgó lap szerint erre egy 2022-ben indult rendőrségi vizsgálat derített fényt, amelyből kiderül, hogy a Paris Saint-Germain korábbi sajtófőnöke Jean-Marcial Ribe kőkemény lobbizást folytatott azért, hogy a tavaly nyár óta már az Inter Miami-ban futballozó argentin szuperszárnak ítéljék oda a 2 évvel ezelőtti díjat. Ribe mindezt úgy próbálta elérni, hogy teljes ellátású katari utazásokat, valamint meccsjegyeket adott Ferrének, miközben olyan France Football cikkeket töröltetett, amelyek arról szóltak, hogy Nasser Al-Khelaifi, a PSG elnöke szabálytalan pénzügyi manővereket követett el Javier Pastore 2011-es szerződtetése során. A Le Monde állítása szerint a sajtófőnöknek a belső levelezések alapján igencsak szoros kapcsolata volt az aranylabda szavazás szervezésért felelős Ferrével, és a főszerkesztőnek adott juttatások egyértelműen azt szolgálták, hogy
elősegítsék Lionel Messi aranylabda győzelmét a 2021-es voksoláson, ami nem mellesleg végül a dél-amerikai világsztár elsőségét hozta, aki Robert Lewandowski-t 33 ponttal megelőzve végzett az akkori szavazás élén. Hogy ebben mekkora szerepe volt a PSG lobbizásának, azt nem tudni. Minden esetre a France Football a L'Équipe-nek eljutatott közleményében azzal védi magát, hogy az aranylabda szavazást nem lehet így módon befolyásolni. Az aranylabdát 100 különböző országból 100 újságíró szavazása nyomán ítélik oda, ami elhárít minden befolyásolási kísérletet és garantálja a díj tisztességességét és függetlenségét, jelentette ki a neves magazin szerkesztőség igazgatója Lionel Danumo. Pascal Ferré egyébként 2023. januárjában távozott a France Footballtól, hogy a Paris Saint-Germainnél vállaljon munkát, ahol éppen Ribet váltva ő lett a fővárosi klub új sajtó és média kapcsolati igazgatója. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.